Újváros Jánon vagyok, 2000-es születésű, létevértesen élek, Debrecenben az U19-es csapatban futballozom. 6 évesen kezdtem el focizni, Lente Lajosnál, jelenleg Sándor Csaba és Gyarmati András az edzőm. A csapattal nagyobb sikereket is értünk már el, ilyen például Brassóban a tavalyi évben egy második helyezés egy nemzetközi tornán, és egy olaszországi tornán, ahol szintén második helyezést értünk el a csapattal. Nagyon sokat köszönök a családomnak, nélkülük ez az út, ezt nem tudtam volna bejárni. Újvárosival egy éve dolgozom együtt, most kezdtük a második évet. Én egy tehetséges belső védőnek tartom, egy jó gondolkodású, mentalitású játékos. Én úgy gondolom, nagy jövő előtt áll, de viszont rengeteget kell dolgozni. Hát vannak olyan dolgok, amiben még sokat kell fejlődni ebben. Az egyik legfontosabb, ami hogy jobban kellene irányítani a társait mellette, jobban összefogni a csapattársait a védekezésben. Hát én jónak tartom. Ez csak nem azért, mert már volt több edzésen a felnőtt csapatnál, hanem azért is, mert a gondolkodás olyan, meg jó adottságokkal rendelkezik, de még rengeteg munka áll előtte, hogy jó labdarúgó lehessen. Az erőség eleve, a fizikai adottságai azok jók. Jó jobb lábbal rendelkezik, jó a rugó technikája. Természetesen a fejelésén azon javítanunk kell. Tehát egy edzésen, posztedzésein ezen is próbálunk javítani, meg azon is, hogy sokkal több mélységi paszt vállaljon be, mivel onnan építkezünk általában, meg a foci az onnan szó, hátulról építünk fel, valamilyen formában föl kell jutatni a labdát. Én azt mondom, hogy ezekben kell előrelépni, illetve mondom, hogy szóval a magyar labdarúgóknak a gondolkodása az, hogy hétről hétre meg kell felelni az, hogy sokszor egy jó csapat ellen játszol, akkor is oda kell tenni, keményen és agresszíven kell játszani, és a védőknél még az is előfordul, sajnos muszáj, hogy taktikai faltokat be kell vállalni minél távolabb lehetőleg a kaputól. Én azt mondom, hogy ezekben mindenféleképpen előre kell lépni, és hát én jókat tudok róla mondani. Jó alany! Tegnap edzőmeccsen bemutatkoztam a felnőtt csapatban, Szatmár Németi csapata ellen. Egy 30 percet kaptam a pályán, nagyon élveztem, nagyon pörgős volt a játék. Célom, hogy minél többet tudjak a felnőtt csapatban játszani, és egy NB1-es mérkőzésen is bemutatkozhassak. Célom még, hogy visszakerüljek a válogatottban, hiszen egy pár összetartásra mostanában nem kaptam meghívót, de azelőtt 3 évig voltam válogatott kerettag.